Festői környezetben a Vajtai Zicsi kastélyban töltöttek el egy hetet a Nyitott Világ Alapítványnál táborozó diákok. Összesen 88-an érkeztek az ország különböző részeiről. Mostani tábor ugyanarról szól, amiről már hosszú évek óta mindig, tehát ez a 19. alkalmunk, és mindig ugyanazt csináljuk. Angolt, németet tanítunk külföldi tanárokkal. Nagy-nagy boldogság számunkra, hogy a diákok ezt szeretettel fogadják, jönnek, rengetegen jönnek, és nagyon jó velük dolgozni. Tehát a beszéd központoságra helyezzük a hangsúlyt. Hogy reggel 9-kor elkezdünk tanulni, és 7:30-ig nagyjából tanulunk. Minden óra más tanárral van, ez egészen fontos, tehát hogy sokféle módszert ismerjenek meg, kiejtést, beszéltem, hogy külföldiek vannak, a diákok sokat tanulnak délután, van egy kis szabadidejük, és hála Istennek jó idő van, van egy úszómedence, sportpályák vannak, csodálatos környezetben vagyunk. Mi 18 évig Domboriban voltunk, tehát a köztudatban ez úgy maradt meg, hogy a dombori nyelvtábor, és ez tényleg 18 év, az nem kevés. És hát miután azt a tábort eladták, ezért új helyszínt kerestünk, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Ez a Zicsi kastély egy csodálatos hely, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az épület, a tantermek, hanem ez a park, ami itt a kastély körül van, a légkör, a nyugalom, a szépség, tehát ez nagyon-nagyon pozitívan befolyásolja a táborunkat is. A gyerekek nagyon értékelik, tehát én boldog vagyok, hogy találtunk egy ilyen méltó, nagyon szép helyszínt. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban tanuló Fábián Luca Bécsben művészeti karon szeretne tovább tanulni. Mivel már elmúlt 17 éves, egyre közelebb kerül a felvételihez, ezért jár vissza már harmadik éve a Nyitott Világ Alapítvány nyári táborába. Harmadjára vagyok itt a Nyitott Világ Alapítványánál a táborban. Németet tanulok ugyanúgy 3 éve. Nagyon-nagyon tetszik, hogy egy egészen más szókincsel dolgozunk, mint az iskolában, és a témák is egészen mások. Merünk itt politikáról és egyéb más, mai nagyon aktuális dologról is beszélni. Nekem sikerült tavaly összehoznom egy középfokú nyelvvizsgát németből, és most szeretném ezt folytatni, szeretnék egy felsőfokot is ezek után. Angolból a középfokú nyelvvizsgát mellett tettem, de szeretném, ha sokkal jobban menne az angol, illetve nagyon fontosnak tartom a nyelvtudást a mai világban. Szeretnék esetleg külföldön is dolgozni, tapasztalatot szerezni, ezért úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha még jobban menne a nyelv. Ugye 4 tanárunk van, ebből 3 anyanyelvű, és úgy gondolom, hogy mindegyikük nagyon pozitív, nagyon kedves, segítőkész, és tényleg azon dolgoznak, hogy a legtöbbet kihozzák belőlünk. Egyrészt úgy gondolom, hogy így a kiejtés sokkal jobban meg lehet tanulni, illetve megismerhetjük az adott országot, kultúrát, olyan dolgokat megtudhatunk, amiket esetleg könyvekből, illetve magyar tanároktól nem igazán. Tomecskó Mara évekkel ezelőtt a bátyjától hallott először a Nyitott Világ Alapítvány táboráról. Azóta már nem csak ők ketten, de az öccsök is állandó résztvevője a nyári tábornak. Bátyám 2 évet volt itt a táborban, nekem ez a 4., az öcsémnek pedig a 3. Hát először csak a bátyám meg én voltunk, mert akkor még fiatalabb volt az öcsém, de ő úgy jött, hogy mi otthon beszéltünk erről a táborról neki, és ugye neki is megtetszett. És persze mindhármunknak jöttek a barátai is, tehát baráti társasággal tudunk itt lenni, és ez ugye sokat hozzáad azért az élményhez is, hogy olyanokkal vagyunk körbevéve, akik szintén ugyanolyan céllal érkeztek ide. A táborban oktató tanárok mind-mind gyakorló pedagógusok a saját hazáikban. A tábor vezetője szerint ez teszi igazán különlegessé a programokat, és értékessé a megszerezhető ismereteket. Külföldiektől olyat kapnak, amit így évközben nem nagyon, az iskolai normál oktatásban, mert erre nincs lehetőség nyilván. Tehát a személyükön keresztül egy picit az ország is megmutatkozik a diákok előtt. Rengeteg olyan kifejezést tudnak megtanulni, kiejtést, csodálatosat, amit csak ők tudnak megtanítani, de ezen felül, tehát a nyelvoktatáson és a nyelvtanuláson felül igen szoros emberi kapcsolatok alakulnak ki, tehát ez egy nagy-nagy pozitívuma ennek a tábornak.
a tanárok között és a diákok között is. I believe a camp like this. Azt gondolom, hogy ez a tábor lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy pihenve tanuljanak idegen nyelveket. Itt nem kell úgy érezniük, hogy kényszerítve vannak arra, hogy angolul tanuljanak. Éppen ellenkezőleg igyekszem velük játékos módon foglalkozni, és arra ösztönözni őket, hogy ne figyeljenek arra, mikor tévesztenek, ugyanakkor szinte úgy javítjuk ki a hibáikat, hogy észre sem veszik. Így tulajdonképpen szabadon élvezhetik, hogy tudnak angolul kommunikálni. Egy szóval azért fontosak ezek a táborok ezeknek a nagyon ügyes diákoknak, mert olyan lehetőséget kapnak, hogy jobban megismerjék a tanáraikat, mint az iskolai körülmények között, és a tanár is jobban meg tudja őket ismerni. Jobban ki tudnak nyílni egymás felé, és a gyerekeknek arra is lehetőségük van, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, amiket normál körülmények között nem tudnának feltenni. Ennek köszönhetően az életre is taníthatjuk a diákokat, és olyan dolgokat tudnak megtanulni, amire más módon nem lenne lehetőségük itt Magyarországon, ahol alapvetően nem angolul beszélnek az emberek. Én azt gondolom, hogy itt a diákok nem csak a tanároktól tudnak nagyon sokat tanulni, hanem egymástól is. Az itteni csoportokba különböző iskolákból érkeznek, ezért nagyon jól összetudják azt is hasonlítani, hogy milyen szinten van a nyelvismeretük egy másik intézmény diákjaihoz képest. Azt látom, mivel már 5. éve dolgozom itt, hogy vannak diákok, akik 4 évvel ezelőtt például a leggyengébb csoportban voltak, kezdőként gyakorlatilag. Most pedig a legerősebb csoportokat erősítik. Ez számomra egyértelműen azt jelzi, hogy az ide visszatérő gyerekek rengeteget tanulnak. Számomra egyébként különösen kellemes élmény a tábor első napja minden évben, ilyenkor ugyanis árad a diákjaimból az a szeretet, amit az okoz, hogy egy év után újra láthatjuk egymást. Mivel az oktatás a táborban az iskolai körülményekhez képest sokkal kötetlenebb módon zajlik, ezért a pedagógusok nem előre megírt tantervvel érkeznek. Az, hogy másnap milyen témákról beszélgetnek a diákokkal, az esti egyeztetésen dől el. Ennek köszönhetően a táborozók mondhatni személyre szabott képzést kapnak az egyhetes program ideje alatt. Van egy elképzelésük, és minden este megbeszéljük, hogy ki mit csinált, és mi várható a következő napra. Nyilván törekszünk arra, hogy ez változatos legyen. Ha nem törekednénk, akkor is változatos lenne, hiszen mindenki másképp tanít, mindenkinek más kedvenc témái vannak, de ez remekül működik. Azért is működik nagyon jól, mert ezek a tanárok nagy többségben visszatérők. Ez külön öröm számunkra. Tehát ez az egész a tanárnak is egy hatalmas élmény. A külföldinek különösen azért, mert látja, hogy ezek a diákok milyen fegyelmezettek is akarnak tanulni. A többiek pedig nyilván, akiknek az életük úgy alakul, hogy mondjuk más országban vannak éppen pillanatnyilag, ők pedig új tanárokkal lesznek pótolva, úgymond, és ezek a tanárok nagyon figyelnek egymásra.